Köszöntöm Önöket, lássuk, mi is lesz a ma esti RTL híradóban. 5,5 éves kisfiú hívta a 112-t és kérte a mentők segítségét édesanyjának, aki feltehetően a hőség miatt lett rosszul vasárnap a Tolna megyei hőgyészen. A gyerek, aki kettesben volt az anyjával, összeszedetten válaszolta a mentés irányító kérdéseire. Elmondta, hogy lélegzik, de mozdulatlanul a hátán fekszik, hogy ezek után mi történt, mindjárt hallhatják. Eltemették Magyarországon Gábor Zsazsa Hanvait, a magyar származású hollywoodi színésznő végakarata az volt, hogy szülőföldjén helyezzék végső nyugalomra. Ezt özvegye 4,5 évvel a halála után teljesítette. Ma hőség volt, holnap hasonló melegre készülhetünk, Zita? Jó estét kívánok! Holnap is összességében nagyon meleg lesz, pláne az Alföldön, a délkeleti ország részben, ott még mindig 38-39 fokot mérhetnek, ugyanakkor eléri térségünket északnyugat felül egy hideg örvény, úgyhogy északnyugaton 10 fokkal alacsonyabb értéket, olyan 28-29 fokot mérhetnek, de jövök vissza a részletekkel később. Szerdától a benzinért 5, a gázolajért literenként 2 forinttal kell többet fizetnünk. A benzin átlagára így 451 forint lesz, a gázolajé pedig 447. Június óta az üzemanyagok ára több mint 20 forinttal emelkedett. Az áremelkedés okaival a Fókusz bővebben foglalkozik. Minden rekordot megdöntenek az üzemanyagárak jövő év elejéig, mondják az elemzők. Már így is van benzinkút, ahol 5-össel kezdődik a gázolaj ára. Egy átlagos autót majdnem 3500 forinttal többe kerül majd megtankolni holnaptól, mint tavaly ilyenkor. És Gábor Zsazsát Fehér Lóval, cigányzenekarral, soha nem látott külsőségekkel búcsúztatták a Nemzeti Sírkertben. Nem így képzeltük a szépségkirálynőből lett Golden Globe díjas színésznő temetését. Hollywood egyik legismertebb szexszimbóluma, a hírességek tányán is csillagot kapott. Ma utolsó férje beszédet mondott, és Pintér Tibor énekelt a sírjánál. A híradó után várom Önöket a Fókusszal. Rögtön kezdünk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Új májasok a Hamétól. Kedd vastagon, edd lassan! Megrázó oltan találtak egy csecsemőt Rohodon, az anya terhességéről állítólag rokonai sem tudtak, a rendőrség nyomoz. Elítélték, felfüggesztett, börtönt kapott Berki Krisztián, a vád szerint büntető fékezett luxus kocsijával egy busz előtt, ő nem tartja magát felelősnek. Harmadik, már holnap dönthet a kormány az újabb oltásról, Kásler Miklós miniszter először 60 év felettieket ajánlaná egy másik típusú vakcinával. Köszöntöm Önöket, ez az RTL híradó. Holtan találtak egy csecsemőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rohodon. Úgy tudjuk, a kislány hajnalban jött világra, de anya terhességéről még a közeli családtagok sem tudtak. Ezt mondta egyikük az RTL híradónak. A férj hívott segítséget, miután a mosdóban észrevette, hogy baj lehet, hogy mi okozta az újszülött halálát, még nem tudni. A rendőrség büntető eljárást indított. Figyelem, megrázó tudósítás következik. Helyszínelők a Rohodi utcán.